Szemetet szednek a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány munkatársai és gondozottjai az erdei tornapálya környékén. A DSTV által megkérdezett munkás elmondta, a hajléktalanok társadalmi megítélésének szempontjából fontos, hogy megtisztítsák a környezetet. Egyik az, hogy tisztább lesz a város is, másik az, hogy ami legfontosabb, hogy úgyis, ha sok a szemét, akkor ráfogják, hogy a hajléktalanok dobálták. Tehát ezért is csináljuk ezt, hogy összeszedjük. Nehogy azt mondják, hogy mert a hajléktalanokra dobálják a szemetet. Oláh János, a Magyar Mentőszolgálat általános igazgatója elmondta, 2 hónapja hallotta először, hogy az erdei tornapályát felújítják, majd Orosz Csaba kérésére csatlakoztak a szemétszedéshez, amely segíti a hajléktalanokról kialakult negatív társadalmi kép javítását. Mi speciálisan pontosan azokat a helyeket keresjük fel, ahol tudjuk, hogy nagyon sok szemét van. Sajnos ezzel az élethelyzettel, életkörülménnyel egy idő múlva együtt jár az, hogy úgy érzik, hogy a társadalomból, ha kivannak, kirekesztetnek érzik magukat, akkor nem is kell betartani a társadalmi normákat, ami ellen mi minden eszközzel megpróbálunk tenni, hogy ez ne így legyen, ugye elsőrendben az utcai szociális szolgálaton keresztül, másodrendben minden intézményi ellátásunkban, de most mi pontosan tudjuk, hogy melyek azok a területek, hova kell mennünk, ahol nagyon sok ilyen felhalmozott szemét van. A szemétszedést az alapítvány 25-30 ellátottja és munkatársa végezte. Az előzetes tervek szerint havi rendszerességgel megismétlik majd a munkálatokat.